későbbi walesi hercegnő 1961. július 1-én született Diana Frances Spencer néven a norfolki Sandringhamben egy 15. századig visszanyúló nemesi családba, az 1469-ben alapított Spencer házba, és szinte az egész életét a király családhoz közel töltötte. Amellett, hogy számos nemesi cím birtokosai, a Spencer család feje jelenleg a Marlborough hercege címet viseli. A teljes családnév 1817 óta Spencer Churchill, a Churchill-ek leghíresebb szülötte pedig nem más, mint a II. Világháború hős brit miniszterelnök Sir Winston Churchill. Mindez tehát azt jelenti, hogy Diana és Winston Churchill rokonok voltak, a 17. század végéig vissza lehet követni a közös felmenőiket. De visszatérve, Dianának 5 testvére volt, ő volt a negyedik, az ő születése után egy évvel azonban sajnálatos módon meghalt az újszülött John nevű öccse. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szülei John és Frances 1967-ben elváltak, ami természetesen az egész életét nagyban befolyásolta. Ettől függetlenül a Spencer ház régi szövetségese volt a királyi családnak, akik gyakran üdültek Sandringhamben a szomszédos királynői birtokon, ahol a fiatal Diana gyakran játszott együtt II. Erzsébet fiaival, így Eduard Wessexi gróffal és András Yorki herceggel. Diana édesanyja a válás után 2 évvel már ismét férjnél volt, apja pedig 1976-ban házasodott újra Rain Darmusi grófnővel, akivel a későbbi walesi hercegnének nagyon rossz volt a viszonya. Olyannyira, hogy az időnként tetlegességig is fajult, egy esetben például Diana egy lépcsőn is lelökte a mostoha anyját. A fiatalkorát sok utazás és költözés jellemezte, a válás és a sok bizonytalanság miatt úgy általánosságban is boldogtalannak nevezte később ezeket az éveket. Dianát 1975 után a Lady előtag illette meg, miután az apja átruházta rá a Spencer Earl-je címet, azt követően, hogy az egész családot átköltöztette Sandringhamből Altorpba. Ami a tanulmányait illeti, nem meglepő módon magániskolákba, egészen pontosan lányiskolákba járt, ugyanakkor nem különösebben jeleskedett a tanulást illetően, ellenben a különböző sportokban és művészetekben már annál inkább. Így például kiválóan megtanult zongorázni és balettozni, valamint kimagasló volt úszásban és futásban is. Már a középiskolában is sokaknak feltűnt az elképesztő közösségi szelleme és segíteni akarása, amit a Westheath lányiskolában még külön díjaztak is. Később egy évig tanult Svájcban, majd 1978-ban visszatérve Londonba az anyja lakásában élt 2 iskolai barátnőjével, beiratkozott egy főző tanfolyamra is például, valamint az arisztokráciában szokatlan módon alacsony fizetésű munkákat is vállalt. Ilyen volt például a fiataloknak tartott táncoktatása, de egy síbaleset miatt ezt abba kellett hagynia. Ezután többek között dolgozott iskola előtt álló gyerekekkel, takarított a testvéreinek és a barátainak, valamint hostesskedett különféle eseményeken, illetve egy amerikai család gyerekeire is vigyázott egy időben. 1979-ben a 18. születésnapjára kapott az anyjától egy lakást Londonban, ahol 1981. február végéig lakott 3 lakótársával. Későbbi férjével, Károly walesi herceggel, II. Erzsébet fiával és a brit trón örökösével először 1977-ben 16 évesen találkozott. Érdekesség, hogy Károly első kiszemeltje nem Diana volt, hanem az ő nővére, Sarah, akivel az első találkozásuk idején is randizott. A románc kezdetét valamikor 1980 nyarára teszik, amikor mindketten vendégek voltak egy hétvégi társasági eseményre, ahol Diana felfigyelt a lovaspólóban jeleskedő Károlyra, aki szintén komoly érdeklődést mutatott a 19 éves lány iránt. Ezután beindultak az események, de persze csak az arisztokrácia szigorú szabályai szerint. Károly meghívta Dianát például a királyi család Balmorali birtokára Skóciába és a királyi aktra a Britanniára. Dianának a skót rezidencián volt alkalma találkozni a Károly herceg családjával is, köztük magával II. Erzsébet királynővel, az ő férjével Fülöp herceggel és Erzsébet anyakirálynővel is. És bár az arisztokrata házasságok túlnyomó többsége inkább tekinthető politikai manővernek, külföldi beházasodás esetén pedig diplomáciainak, amelyek ritkán torkollak szerelembe, ekkor még úgy tűnt, hogy minden jól alakult Diana és Károly között. Az eljegyzésükre 1981. február 6-án került sor a Windsori kastélyban. Ezt követően ott hagyta az óvónő asszisztensi állását, majd az anya királynő rezidenciájára költözött, nem sokkal később pedig a Buckingham palotába került át egészen az esküvőig. Későbbi önéletrajzírója szerint ez egy elég magányos időszak volt számára. Vélhetően ennek ahhoz is köze volt, hogy ahogyan az eddigi életében is látható volt, nem volt egy tipikus arisztokrata. Olyannyira nem, hogy ő volt az első királyi menyasszony, akinek az eljegyzés előtt rendes civil állása is volt. Illetve a 17. század végén uralkodott II. Jakab angol király felesége Anne Hyde óta az első nő, aki angolként lett a trónörökös jegyese.
Károly ékesküvőjét 1981. július 29-én tartották a londoni Szent Pál katedrálisban, ezután pedig Diana megkapta a Walesi hercegné címet és a Windsor ház tagja lett. Az eseményt több mint 500 000 követték az utcákról, miközben a tévében is legalább 750 millióan nézték a ceremóniát. A házas pár főként a Kensington palotában és a Tedbury Highgrove rezidencián élt, egybekelésük után pár hónappal 1981. november 5-én pedig be is jelentették, hogy Diana állapotos, méghozzá későbbi Vilmos herceggel. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni egy rendkívül furcsa, sőt inkább bajós eseményt is. Diana ugyanis 1982. januárjában 12 hetes terhesként leesett a Sandringham-i otthonuk egyik lépcsőjén. Egyenesen Londonból rendelték ki hozzá a királyi orvos, aki ugyan talált rajta néhány zúzódást, de a magzatnak szerencsére nem esett baja. Később azonban a 2000-es évek elején nyilvánosságra hoztak olyan felvételeket az amerikai NBC csatornán, amelyeken Diana az öngyilkossági gondolatairól is beszélt. Az egyik ilyenben kifejti, hogy a férje szerinte folyton azt éreztette vele, hogy nem csak az anyaságra, de úgy általában is mindenre alkalmatlan. Majd az eséssel kapcsolatban elmondta, hogy valójában szándékosan dobta le magát a lépcsőn, miközben teljesen tudatában volt annak, hogy egyébként egy gyermeket hord a szíve alatt. Diana ezeken a felvételeken még sok mindenről beszélt, például, hogy gyerekkorában látta, ahogyan az apja ütlegeli az anyját, miközben ő a földön fekve sírt. A házasságáról pedig azt állította, hogy a bulimia gyakorlatilag az esküvője után már egy héttel elkezdett kialakulni nála, miután Károly herceg egyszer megjegyezte, hogy kezdje kicsit pufók lenni. Emiatt a kijelentés miatt Diana szerint valami bekattant nála, és onnantól kezdve folyton azt hitte, hogy sohasem lehet elég jó a trónörökösnek. Végül azonban szerencsés módon 1982. június 21-én világra hozta Vilmos herceget, amiután szülés utáni depresszióban szenvedett. Második fiúk Harry herceg 1984. szeptember 14-én született meg. Diana már Vilmost is minél jobban el akarta rejteni a sajtó elől, és a már említett felvételeken azt is kijelentette, hogy gyakorlatilag az volt az érzése, mintha a brit média kísérteni őt. Na már most erről tudni kell, hogy a brit királyi család a protokolláris szerepén túl Nagy-Britannia legfőbb celeb jelenségévé és exporttermékévé vált sajnálatos módon, aminek egyes hangok szerint kissé beteges kapcsolata van a helyi bulvárral. Ez pedig azzal járt, hogy a brit bulvár sajtó a jó ízlést, a magánéletet és a személyes teret nem kímélve, és talán még az illegalitás határát is időnként átlépve férkőzik be a királyi család életébe. És bár kevés embertől áll távolabb a bulvár, mint tőlem, illetve a videó elkészültének idején egy interjú miatt épp nem alakult túl jól a PR-juk, de még én is tudom, hogy mit művelt a média Harry herceggel és feleségével az elmúlt években, hogy aztán azok menekülésképpen inkább elkülönítsék magukat az egész királyi cirkusztól. Nos, Diana esetében még ezt az őrületet is szorozzuk meg párszor, és hozzávetőlegesen megérthetjük, hogy milyen élete volt a leendő király feleségeként. Harry herceg nemrég arról beszélt, hogy ő és a felesége is alig bírták már a nyomást, de ők legalább ott voltak egymásnak, és hogy ő el se tudja képzelni, hogy mit kellett kiállnia egyedül az anyjának. De visszatérve, Diana szerint miközben Harryvel volt várandós, érzelmileg akkor voltak a legközelebb egymáshoz Károllyal, bár ez nem tartott sokáig. Ami viszont egészen biztos, hogy a hercegnőről a számos egyéb lenyűgöző dolga mellett mindenképpen az égett bele az emberek agyába, hogy a két fiáért a világot is felégetné. Olyannyira, hogyha valamilyen királyi hagyományt vagy eljárást például helytelennek tartott, saját maga vette kézbe az irányítást. E tekintetben gyakran volt úgymond engedetlen a királyi családhoz. Már önmagában az is szokatlan volt, hogy egymaga választotta ki a gyerekek nevét, de ő választotta ki az iskoláikat, a ruháikat, simán kivágta a királyi dadust is, és vett fel helyette egy számára szimpatikusabbat, valamint ahogy a napi rendje engedte, ő maga hordta a két fiút is iskolába, egy idő után pedig már a két gyerekhez igazította a teendőit. A fiait igyekezte a lehető legtöbb olyan programra elvinni, amit az átlag emberek is csinálnak. Egyszer például elment a fiaival egy McDonald'sba és egy egyszerű ruhaboltba, mire a férje megkérdezte tőle, hogy miért kellett ilyen helyekre menniük. De Diana tovább ment, tudta, hogy a fia Vilmos egy napon király lesz majd, ezért megmutatta neki az élet sötétebb oldalát is, túl a Kensington palota ragyogásán. Ken Wharf, Diana egykori személyi testőre számolt be arról, hogy a hercegnő egyszer hajnalok hajnalán kelt útra a fiával, amikor még pihent az egész város, és elvitte egy hajléktalan ellátóra, ahol olyanoknak adtak enni, akik az előző estét az utcán töltötték.
Ekkor történt, hogy egy hajléktalannak a kisfiú kávét vagy teát akart adni, aki viszont azt mondta neki durva hangnemben, hogy csak adja oda neki, őket nem érdekli, hogy kicsodák ők. Diana ekkor azt mondta a fiának, hogy most láthatja, hogy bizony nem mindenki szereti őket. Nagy tanulság lehetett ez az ifjú Vilmosnak, aki addig csak a csillogást és az üdvrivalgást látta. A nyilvános szereplését szinte képtelenség lenne felsorolni, de hercegnőként hol a férje oldalán, hol egyedül, de körbe turnézte az egész világot. 4 napra még Magyarországra is ellátogattak 1990. május 10-én. 1983-ban mondta egyszer, hogy nagyon nehéz megfelelni a walesi hercegnőre nehezedő nyomással, de igyekszik beletanulni. Munkássága során az iskolák és a kórházak, az oktatás és az egészségügy kiemelt szerepet kapott nála. Jótékonysági szervezetek során hozatta a nevét és igyekezett bevonni a király családot is a leghalálosabb betegségek elleni küzdelembe, úgy mint a rák, az éjsz vagy a lepra. Tényleg nem akarom ezekben magasztalni, de még ezek mellett is küzdött az állatvédelemért kardoskorot a taposóaknák használata ellen, például 97-ben Angolában, ahol akkoriban 15 millió robbanó szerkezet volt a földbe rejtve, de patronált hajléktalanokkal és drogfüggőkkel foglalkozó szervezeteket is. 1989-től elnöke volt egy londoni gyerekkórháznak, de részt vett a Brit Vörös Kereszt vagy például egy gyerekek védelmét ellátó kezdeményezésben is. Diana hercegnő amellett, hogy vitán felül a 20. század leghíresebb asszonya volt, ő egymagában nagyobb hatást gyakorolt nem csak a brit, de az egész világ adakozási hajlandóságára, mint bárki más azelőtt és azóta. És noha egyetlen cselekedet senkinek sem írhatja le a személyiségét, Diana esetében sokat elárul, hogy amikor 1989. februárjában New Yorkba látogatott, egy harlemi kórházban gond nélkül megölelt egy 7 éves AIDS beteg gyereket. Ez önmagában megrökönyödést váltott ki sok helyen, de őt nem érdekelte. Igazából ez megszokott volt nála, amióta pár évvel korábban elkezdett dolgozni AIDS betegekkel, már akkor is számtalan alkalommal fogott velük kezet, ami az ő társadalmi státuszában és a betegség akkori elfogadottságát illetően is egyedülálló volt. Számos pénzgyűjtés szervezett kutatásokra és betegellátásra, erőfeszítéseiért pedig még halála után is kitüntették. Összességében tehát egy igazi példakép volt, aki a hírnevét igyekezett a lehető legtöbb jó cselekedetre felhasználni. Nyilván ő sem volt tökéletes, ezt jól jelzik az öngyilkos gondolatai, de ha csak pár fokkal kisebb a felhajtás körülötte, szinte biztos, hogy még ma is él. A házassága egyre csak romlott az évek során, tanulmányozva az életét pedig arra jutottam, hogy igazából már az esküvő napjától kezdve csak a lejtő volt számukra. Diana bevallása szerint nem csak a nagy felhajtás, de például olyan dolgok is megviselték, hogy miközben vonult az oltár felé, összeakadt a tekintete Camilla Bowles-szal, Károly herceg korábbi barátnőjével és mostani feleségével. Nem tudni, hogy pontosan milyen módon és mikortól, de ez a viszony a hercegi házasság alatt is folytatódott, ami nyilvánvalóan felemésztette Diana és Károly kapcsolatát. Ez a beszámolók szerint különösen 5 év után kezdett látványossá válni. Időközben Diana is állítólag viszonyba kezdett 1986 körül egy James Hewitt nevű korábbi katonával, aki a családjuk mellett dolgozott lovasoktatóként. Érdekesség, hogy a külső hasonlóságok miatt azt is megszellőztették, hogy esetleg az űrnagy lehet az 1984-ben született Harry herceg apja, ugyanakkor a viszony Diana-val elvileg csak később kezdődött. Ugyanebből az időszakból felmerült egy Barry Menekee nevű testőrneve is, akit állítólag 1986-ban azért helyeztek el Diana mellől, mert túl közel került a hercegnőhöz. Erre egyébként az adta a gyanút, hogy egy 1992-es videófelvételen Diana arról beszél, hogy 1984 és 86 között totálisan bele volt esve egy a környezetében dolgozó férfiba. Mindazonáltal Diana barátai később abszurdnak nevezték ezeket a pletykákat. A felvételeket 2004-ben az amerikai NBC csatorna hozta nyilvánosságra. Barry Menekee Diana nem nevezte meg, de a körülír szemére azt is mondta, hogy az élete szerelme volt. Ugyanakkor sajnálatos módon a korábbi testőr az áthelyezése után egy évvel meghalt motorbalesetben. Ő utasként volt jelen, amikor a motort irányító barátja, a rendőr Stephen Pete belehajtott egy Ford Fiesta-ba, amit egy 17 éves friss jogsis fiú vezetett. Diana az említett felvételeken a férfi halálával és kettejükkel kapcsolatban azt mondta, hogy idézem, az egész kiderült, majd kitették, ezután pedig meghalt, szerintem szándékosan ölték meg. Nem mondom, hogy mindenért a sajtót kell okolni, de a brit bulvár tevékenység is jelentősen hozzájárult a házaspár viszonyának visszafordíthatatlan romlásához.
Az elhidegülés egyre látványosabb volt, a frusztráció pedig egyre csak nőtt, elsősorban persze Diana-ban, aki például 1989 elején Camilla testvérének 40. születésnapján is részt vett, ahol keményen kiosztotta a férje szeretőjét. Egészen pontosan az történt, hogy Károlyal együtt mentek az eseményre, majd Diana egyszer csak azzal fordult Ken Wharf testőrhöz, hogy nem látja sehol sem a férjét, sem pedig Camillát. Ekkor a keresésükre indultak, majd megtalálták őket a villa alaksori szintjén, ahol együtt ücsörögtek és beszélgettek. Diana ekkor azt mondta a nőnek, hogy tudja, hogy ez már tart egy ideje, de úgy mégis miért csinálja ezt? Mire Camilla a testőr visszaemlékezése szerint, mintha ez felmentést adna, azt válaszolta, hogy idézem, nem gond ez neked, hisz van két csodálatos fiad. Ahogyan pedig a gyerekek is elkezdtek felnőni, egyre inkább megértették, hogy mi történik a szüleik között, a nagy hallgatásokat és a hangos szóváltásokat. Az egyik önéletrajz írója Andrew Morton felidézett egy esetet, amikor a már serdülő Vilmos herceg az egyik ilyen veszekedés után egy zsebkendőt nyomott át a fürdőszobájuk ajtaján a bent síró Diana-nak, majd azt mondta, kérlek anya, ne sírj. Camilláról tudni érdemes, hogy természetesen ő is arisztokrata volt, ugyanazokban a körökben mozgott, mint Károly herceg vagy Diana. A visszaemlékezések szerint hivatalosan valamikor 1971-ben találkozhatott először a trónörökössel. Hamar elmélyült a kapcsolatuk, ami egészen 1973-ig tartott, amíg Károly herceg nem csatlakozott a királyi haditengerészethez. Camilla később megházasodott, Károly pedig 1981-ben vette el Diana-t, de kettejük viszonya állítólag már legalább egy évvel korábban újra kezdődött. Sőt, egyesek szerint úgy, hogy Camilla férje, Andrew Parker Bowles is elnézte ezt, mert neki is több szeretője volt. A korábban említett Andrew Morton nevű író egyébként egy nagyon fontos személy Diana életében, ő volt ugyanis az, aki 1992-ben megjelentette a Diana az ő igaz története című könyvet, ami sokak szerint inkább magának a hercegnőnek a szerzeménye. Az író ebben olyan addig elképzelhetetlennek tűnő részleteket ír le a királyi család életéről, amiről addig a sajtó nem is álmodhatott, Andrew Morton ugyanis akkor szabadúszó újságíró volt. Az információkat pedig állítása szerint egyenesen Diana-tól kapta, aki akkoriban már annyira egyedül érezte magát, annyira kétségbe esett volt az ismerői szerint, és miután a királyi családtól nem remélhetett segítséget, hogy elkezdte felvenni a házasság a privát pillanatait, ezeket pedig kicsempészte az újságírónak. Andrew Morton úgy jellemezte ezeket a felvételeket, mintha egy új ablak nyílt volna meg egy addig számára ismeretlen világra. Mondani se kell, a kötet megjelenése után a média érdeklődése Diana iránt még az addiginál is sokkal nagyobbra nőtt. A házasság helyrehozásával megpróbálkozott II. Erzsébet és Fülöp herceg is, találkozókat is szerveztek, de minden eredmény nélkül. Az újabb csapást az 1993. januári úgynevezett Camilla Gate hozta el a számukra, amikor nyilvánosságra hozták Károly és Camilla egy 89-es intim telefonbeszélgetését. A Károlyról, a leendő királyról kialakult kép romokban hevert ezután, szeretőjét pedig a legfőbb gonosznak kiáltották ki. Ekkor Diana és férje már bő egy hónapja külön éltek, ő maga pedig betegesnek nevezte a felvételeket. Csak egy rövid részlet, de felhívom a figyelmet, hogy sosem gondolták, hogy ezt valaha más is hallani fogja, ami nyilván nem magyarázat, de mégis kontextusba helyezi. A herceg az egyik felvételen azt mondta Camillának, hogy idézem, ó Istenem, csak szimplán a nadrágodban fogok lakni, vagy ilyesmi, sokkal könnyebb lenne. Mire a nő azt válaszolja, és akkor mi lesz belőled, egy pár bugyi? Erre Károly herceg azt mondja, vagy Isten mentsen egy tampon, amilyen szerencsém van. Szóval ilyesmi beszélgetések zajlottak, a botrány pedig akkora volt, hogy még az is felemberült, hogy Károly akár bukhatja a trónt is, ugyanis ilyen előzmények után hogyan hozhatná helyre a renoméját a leendő királyhoz méltóan. Diana természetesen úgy általában Camillát hibáztatta a házassága tönkre meneteléért, illetve időközben már ő is többekkel viszonyba kezdett a pletykák szerint. A korábbi szándékos lépcsős baleset után pedig újabb drámai részlet derült ki. 2003-ban ugyanis előkerült egy levél, amit hangsúlyozom, hogy állítólag Diana adott a Paul Burrell nevű komornyikjának. Utóbbi vallomása szerint 1996. októberében, két hónappal a válás után, és amiben többek között azt írja, hogy az életem még sosem volt annyira veszélyben, mint most. A férjem egy balesetet tervez az autómmal, fékhibával és súlyos fejsérüléssel, hogy megnyissa az utat és feleségül vehesse Tigit. Camilla csak egy csali, ahogy mindannyian a szó minden értelmében.
A komornyik szerint Diana biztosítékként írhatta ezt neki, és sokkal inkább volt egy feljegyzés vagy memorandum, ugyanis ezt a levelet az irattartójába rejtve találta meg, de úgy, hogy mindenképpen észrevegye. Bevallása szerint Diana-nál ez megszokott dolog volt, hogy így üzen neki. A Tigi nevű nő pedig nem más, mint Harry és Vilmos korábbi dadusa és Károly akkori asszisztense, Tigi Leg Burke. Ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem sikerült bizonyítani, hogy ezt tényleg Diana írta volna, bár az írásmód valóban nagyon hasonló. Minden esetre a komornyik a rendőrségnek azt mondta 2004 májusában, hogy nem tudja, hogy Diana miért írta ezt a levelet, valamint, hogy ezen az egyen kívül sosem írt neki hasonlókat, és hogy ő maga nem vett észre semmit, ami alá támaszthatna a hercegnő félelmeit. A levéllel kapcsolatban a hatóságok azt is leszögezték, hogy a komornyik állításával ellentétben nem valószínű, hogy a válása után 2 hónappal írta volna. Ha tényleg Diana írta, akkor inkább 1 évvel korábban, 1995 nyarán vagy őszén kellett megfogalmaznia, úgymond az akkori családi körülményei és a vért lelki állapota alapján, de persze mindez csak feltételes módban van. A Diana meggyilkolásával kapcsolatos konspiráció vonatkozásában többen is megszólaltak az évek során. Ilyen volt például egy a hercegnő régi barátjának hívott argentin üzletember, bizonyos Roberto Deverick is. A férfi 2004-ben nyilatkozta, hogy Diana biztos volt benne, hogy meg akarják ölni. Deverick úgy idézte fel az egyik beszélgetésüket, hogy idézem, amikor már kényelmetlenné válnak a dolgok, fel fognak robbantani egy kocsiban vagy egy helikopterben. De persze itt sem sikerült bizonyítani, hogy Diana tényleg mondott volna ilyet, így érdemes fenntartásokkal kezelni. Most térjünk vissza 93-ba, amikor az egyik angol bulvárlap a 2011-ben botrányos körülmények között megszűnt News of the World azt állította, hogy Diana több mint 300 telefonhívást bonyolított le egy Oliver Hoare nevű műkereskedővel a Kensington palotából és egy utcai fülkéből. Diana és környezete természetesen tagadta, hogy lenne bármiféle romantikus kapcsolat közte és a férfi között. Később a hercegnőt összepletykálták egy rögbi játékossal és egy gazdag befektetővel is, persze bizonyítani egyiket sem sikerült. A házasság már jó ideje romokban, végül pedig 1995. decemberére jutottak el addig a pontig, hogy már maga a királynő kérte Dianát és Károlyt egy levélben, hogy váljanak el. Ennek közvetlen előzménye a számos botrány és hűtlenség mellett az volt, hogy Diana az év novemberében interjút adott a BBC panorámának, ahol a Camilla miatt túl zsúfoltnak hívott házasságán túl beszélt a hosszú évekig tartó bulimiájáról, depressziójáról és önsértéseiről is. Diana bevallása szerint a kezeit és a lábait idézőjelben bántotta, mert úgy érezte, nem tudott megfelelni az elvárásoknak és nem bírta el a rá nehezedő nyomást. Bár persze ilyen diagnózis sosem készült róla, de ezek alapján és az egyéb mentális problémái, a lehetséges paranója és hangulatingadozások miatt Diana esetében felmerült a borderline személyiségzavar kialakulása is. De ez egy nagyon súlyos állapot, és nem valószínű, hogy nála jelen volt. Az ő életvitelével, hogy nem volt egy nyugodt perce évtizedekig, idézőjelben egyébként is több minden megbocsátható. A hercegnő ebben az interjúban azt is mondta, hogy szerinte a férje nem igazán alkalmas királynak, és hogy inkább Vilmosnak kellene lennie a következő uralkodónak. Ezzel az ötlettel sokan szimpatizáltak, nem kis részben Károly enyhén szólva is megtépázott reputációja miatt. Ez az interjú volt az utolsó csepp, amiután maga második Erzsébet avatkozott be és közölte, hogy ez így nem mehet tovább, el kell válniuk. A válásról 1996. februárjában állapodott meg Diana Károly herceggel és a királynővel, annak részleteiről júliusban, ami aztán hivatalossá augusztus 28-án vált. Ennek értelmében Diana 17 millió fontot kapott, ami 2020-ban 32 milliót jelentett volna, tehát körülbelül 13 milliárd forintot, valamint megillette egy évente 400 ezer fontos járadék is. A válási szerződésben azt is kikötötték, hogy tilos bármilyen minőségben beszélniük a házasságukról és a válásról. Diana-t innentől kezdve nem illette meg az ő királyi felsége megszólítás sem, ugyanakkor továbbra is a királyi család tagjának számított, miután ő volt az édesanyja Vilmos hercegnek, aki Károly után a brit trón örököse. A válás után a Kensington palotában maradt abban a lakrészben, amiben Károly herceggel is éltek. Ugyanígy a különböző feladatait is innen látta el. A korábban említett Paul Burrell nevű komornyik, akihez Diana állítólagos levele is fűződik, a 2003-as könyvében azt állította, hogy mindez valójában azért történt így, mert a hercegnő testvére Lord Spencer nem engedte vissza a család Altorpi birtokára, pedig Diana szeretett volna oda menni. Természetesen szüleik drámája két fiút is megviselte. Egy alkalommal például a tinédzser Vilmos még össze is verekedett egy iskolatársával, aki Diana és Károly válása miatt szekálta. Minden esetre a hercegnő ezek után is megpróbálta
próbálta újraéleszteni a szerelmi életét úgy, hogy gyakorlatilag minden lépését az év 365 napjában és 24 órában egy csapat fotós követte. Közülük nem egy csinált vagyont pusztán abból, hogy Diana-t fényképezte, a felvételét pedig szép összegekért adta el. Ugyanakkor szemlátomást rendkívül jól viselte a már bőven természetellenes érdeklődést, ami körülvette. Első körben például egy pakisztáni származású brit szívsebésszel bizonyos háznát Kánnal randizott, akire Diana barátai úgy emlékeztek vissza, hogy ő volt élete szerelme és a legközelebbi barátja egészen a haláláig. A kapcsolatuk 1995. novemberétől már ismert volt a média előtt. Ő egyébként a jelenlegi pakisztáni miniszterelnök Imran Khan rokona, akinek az invitálására még az ázsiai országban is meglátogatta a szívsebész családját, illetve egy másik alkalommal a két fiát is bemutatta neki. Egy ideig még fontolgatta is, hogy Pakisztánba költözik az orvossal, mert utóbbi szerint ott biztosan nem zaklatta volna a sajtó, de ezt a lehetőséget egy idő után Diana elengedte. Szóval elég komoly volt kettejük között a kapcsolat, aminek 1997 nyarán lett vége, méghozzá Diana kezdeményezésére. Hogy miért, az nem teljesen tiszta, de annyit biztosan tudni, hogy a családja, különösen az anyja nem helyeselte, hogy egy muszlim férfival találkozgat. Haznad Khan egyébként a rendőrségnek adott későbbi vallomásában említette egy érdekes esetet. Eszerint valamikor 1995-ben látta, amint Diana vezet egy meg nem nevezett autót. Majd amikor 1995. decemberében ismét találkoztak, akkor már egy másikat vezetett, egy BMW-t. Az orvos megkérdezte, hogy mi történt az előzővel, ugyanis az annyira imádnivaló kis kocsi volt. Mire Diana azt felelte neki, hogy muszáj volt autót cserélnie, ugyanis az előző fékeit, idézem, megbuherálták. Ennek viszont a másik oldala, hogy Stephen Davis, Diana privát sofőrje azt vallotta később, hogy a hercegnő a halál előtti 6 hónapban egyedül vezette az autóját, az ő szolgálatait nem igényelte, csak a karbantartást végezte. Azt is elmondta, hogy Diana nem említett neki fék problémákat, ellenkező esetben azonnal a szervizbe vitte volna a BMW-t. De hogy még egyet csavarjunk a fékes vonalon, egy Rita Rogers nevű barátnő pedig már azt mondta a hatóságoknak, hogy valamikor, amikor Diana Haznad Khannal járt, beszélte egyszer telefonon, és ő mondta a hercegnőnek a rossz előérzeteit a fékeket illetően. Könnyen lehet, hogy ezzel elültette a gondolatot Diana-ban. Hogy a családja nem helyeselte a muszlim kapcsolatot, azt szintén a komornyik állította később. Bárhogy ebben mennyi igazság volt, az kérdéses, ugyanis a Khannal történt szakítás után szinte azonnal randizni kezdett egy másik muszlim férfival, Emad Al-Fayeddel, ismertebb nevén Dodi Al-Fayed, egyiptomi filmproducerrel. A férfival kapcsolatban érdekes részlet, hogy a Diana előtti időkben Kelly Fisher amerikai modellel alkotott egy párt, akivel 1996. novemberében el is jegyezték egymást, és a tervek szerint 1997. augusztus 9-én házasodtak volna össze. Ha nincsen Diana, ugyanis két nappal korábban hivatalosan is szakítottak. Most viszont eljött az idő, hogy rákonyarodjunk a végzetes éjszakára. Hercegnő 1997. július 11-én pénteken indult el nyaralni a két fiával Saint-Tropez-ba, ahol Mohamed Al-Fayed, Dodi Al-Fayed milliárdos apja házának a vendégei voltak. A barátok későbbi elmondása szerint azért fogadták el a meghívást, mert Diana szeretett volna a lehető legzavartalanabbul időt tölteni a gyerekeivel, az egyiptomi üzletembernek pedig ehhez megvolt a saját testőrgárdája, akik a Scotland Yard személyvédelmi osztályának kirendelt embereivel is együtt dolgoztak. Dodi Al-Fayed július 14-én este csatlakozott a hercegnőhöz és a két fiához, utóbbiak aztán 20-án visszarepültek Londonba. Július 26-a hétvégéjét Diana már együtt töltötte a producerrel Párizsban, minimális média érdeklődés közepette, gyakorlatilag gond nélkül sétálgathattak az utcákon is. Július 31-én viszont már Nizzába repültek, ahol többek között Mohamed Al-Fayed 60 méteres Johnny Cal nevű jachtján is sok időt töltöttek. Ekkor készült a híres csókolózós képük is, és ami azt illeti, ez a későbbi eseményeket tekintve kulcsmomentum volt, és kijelenthető, hogy hozzájárult a végzetes autóbalesethez is. A képet készítő Mario Brenna nevű olasz fotós ugyanis hatalmas összeget kapott a felvételért, emiatt pedig az összes többi paparazzi is vérszemet kapott a gyorsan megszerezhető vagyon reményében. Augusztus 6-án például, amikor visszatértek Angliába, a 11 nappal korábbi párizsi látogatáshoz képest már sokkal nagyobb volt irántuk a média érdeklődés.
Diana hercegnő augusztus 8-án Boszniába repült, hogy egy taposóaknak használata elleni ENSZ kampányban vegyen részt, ahonnan 10-én tért vissza. Ezután augusztus 15-e és 20-a között egy Rosa Monckton nevű barátnőjével utazott el egy hajós nyaralásra a Görög-szigetekhez, aki később elmondta, hogy a média nem követte őket, valószínűleg nem is tudták, hogy a Velszi hercegnő ott van a hajóján. Angliába augusztus 20-án tért vissza, eközben Dodi Alfayette Los Angelesben intézte az ügyeit. Végül a pár augusztus 22-én utazott ismét Nizzába, majd onnan a Jonikkel fedélzetére, és így érkezünk el a végzetes naphoz. Augusztus 30-án indultak el a szardíniai Olbia repülőtérről London irányába egy magángépen, de útközben megálltak Párizsban, hogy egy éjszakát ott töltsenek. Délután 3 óra 20 perckor landolt a gépük a külvárosi Le Bourget repülőtéren. Már a leszálláskor paparazzik fogadták őket, a magángépen pedig velük utazott Trevor Rees Jones is, az egyiptomi család egyik testőre, aki később az autóbalesetnél is jelen volt. A leszállás után pedig az esti sofőrjük Harry Paul is fogadta őket. Innen a pár az egyik kocsival Mohamed Al-Fayed lakására ment a Villa Windsorba, a Bois de Boulogne Parkhoz közel, még egy másikkal Henri Paulék az egyiptomi üzletember másik ingatlanára, a Champs-Élysées közeli Arsène Houssay utcába vitte a csomagokat. A tervek szerint az augusztus 30-i éjszakát a dúsgazdag idősebbik Fayed tulajdonában álló párizsi Ritz Hotelben töltötték volna, ahová délután 5:30 körül érkeztek meg a Cambon utcai hátsó bejáraton keresztül. Napközben számos kamera felvételen láthatóak együtt, ezeket csak évekkel később hozták nyilvánosságra. Ezeken Dodi és Diana 16:30 után együtt sétálnak a hotel folyosóin és a hallban, miközben a testőr is látható a közelükben. 17:40-kor Dodi Al-Fayed elhagyta a hotelt, és az azelőtt várakozó autónál Harry Paul nyitotta ki neki az ajtót, majd az egyik legdrágább párizsi ékszerüzletbe, a Repossiba mentek. 10 percet töltött itt, tehát vélhetően nem csak nézelődni ment, hanem tudta, hogy mit akar venni. Ezzel kapcsolatban pedig felmerült Mohamed Al-Fayed későbbi beszámolója szerint, hogy egy még a nyaralás során Monte Carlo-ban kiválasztott eljegyzési gyűrűért ment, de Trevor Rees Jones testőr, aki végig velük volt, tagadta, hogy bementek volna egy ékszerboltba a nyaralás során. Alberto Repossi pedig, akinek az ékszerüzlete volt a Ritz Hotel közelében és Monte Carlo-ban is évekkel később a briteknek azt vallotta, hogy a pár nyaralás során valóban venni akart egy gyűrűt, ugyanakkor a beszámolójában rengeteg az ellentmondás, még azok is cáfolták, akikre hivatkozott benne. Minden esetre a felvételek alapján Dodi csak egy újságot, talán egy brossúrát hozott vissza magával, majd felment Dianához az Imperial lakosztályba az első emeletre, ami egy visszafogott 218 négyzetméteres kis hajlék, amit a Versailles kastély inspirál, és amiben ma egyetlen éjszaka 18.000 eurónál kezdődik. Majd ezután az egyik hotelmenedzsert, Claude Rulliet küldte vissza az ékszerüzletbe, aki aztán egy ajándéktáskával tért vissza 18.40 körül, aminek a tartalmát a hotel biztonsági szobájában helyezte el. A férfi későbbi vallomása szerint ebben az ékszerüzlettel mi ez, tehát mondj igent fantázia nevű gyűrűje volt elhelyezve, amihez hasonló Dodi és Diana együtt látott meg a Repossi Monte Carlo-i üzletének a kirakatában, majd a férfi berendelte Párizsba. Tehát összességében Dodi Al-Fayed aznap este biztosan vásárolt egy eljegyzési gyűrűt. Más kérdés, hogy a menedzser tudomása szerint magát a nagy kérdést nem tette fel Dianának azon az éjjelen. De visszatérve, Dodi és Diana 18:54-kor elhagyták a hotelt a hátsó bejáraton keresztül. A korábban említett Henry Paul, aki később a sofőrjük lesz, de egyébként a szálloda biztonsági főnöke volt, érthető módon azt hitte, hogy aznap már nem lesz több dolga a hotelben, így elment onnan. A pár a korábban említett Arsène Houssay utcai lakásba ment egy Mercedes-szel, miközben biztosításként velük tartottak Dodi Al-Fayed Range Roverével is, amit egy bizonyos Jean-François Moussa vezetett, aki a tulajdonosa volt annak az autókölcsönzőnek, aminek az autójával később balesetet szenvedtek. Az út során ezúttal is számos fotós követte őket. A lakásban körülbelül 9:30-ig maradtak, és később a Vendôme térre néző Ritzben vacsoráztak meg. Ugyanakkor eredetileg Dodi Al-Fayed a Chez Benoît étterembe foglalt asztalt szintén 9:30-ra, de a túl nagy tömeg miatt inkább lemondták. Szóval 21:50 körül visszatértek a hotelbe, a váratlan fejlemény miatt pedig Harry Paul-t visszarendelték a hotelhez, aki 10 óra után érkezett vissza a Ritz elé a miniével. A hotel kamera felvételében ugyanakkor vannak eltérések az időpontokat illetően, ugyanis azok nem voltak rendesen összeszinkronizálva. Érdekesség, hogy a hotel helyszínen maradt egyik biztonsági ember, egy bizonyos François Tendil hívta vissza a biztonsági főnököt, de azt nem sikerült kideríteni, hogy pontosan hol volt este 7 és 10 között. 10 óra 20 perc körül egy felvételen látható Dodi Al-Fayed és a hotel aznap esti műszakjának a vezetője Thierry Rocher, akinek későbbi vallomása szerint az egyiptomi producer akkor azt mondta neki, hogy el akarnak
menni a hotelből az apja már korábban említett lakására. 5 perccel később Rosie Henry Paul-lal egyeztetett néhány másik alkalmazott társaságában, majd Paul Dianáig aznapi sofőrje mellett több másik sofőrrel is beszélt. Mindez azt jelenti, hogy aznap este számos, pontosan autóvezetésre kijelölt ember volt a Ritzben. Henry Paul ezután 22:34-kor kiment a hotel elé a Vendôme térre, ahol hosszú percekig beszélt a paparazzikkal, innen pedig a hotel bárjába ment. 23:10 után ismét kiment, hogy Dodi Alfred Range Roverének sofőrjével beszéljen. 2 perccel később pedig már vissza is ment. A férfi ezt követően felment a Dianáig lakosszája előtt várakozó testőrökhöz, vélhetően itt egyeztették a menekülési tervet. Ezután aztán ismét kiment a fotósokhoz, 23:50-kor pedig egy negyedik alkalommal is, ekkor viszont már utoljára. A pár éjfél után nem sokkal szeretett volna átmenni az egyiptomi milliárdos privát lakására. Hogy milyen indítatásból, az kérdéses, ugyanis Mohamed Al-Fayed később azt mondta, hogy aznap este még éjfélkor is beszélt a fiával telefonon, akitől külön kérte, hogy már ne keljenek útra, aki pedig ezt meg is ígérte neki. Az apja egy interjúban kifejtette, hogy mondta neki, hogy a fotósok miatt túl veszélyes lenne útra kelni, és hogy a hotelben minden megvan, amire szükségük lehet. Mivel a viszonyuk ekkoriban már gyakorlatilag állandó címlapsztoria volt a világ szinte összes bulvárlapjának, a hotel előtt vagy 30 paparazzi várt rájuk, hogy akár csak egyetlen közös képre is elkaphassák őket. A terv az észrevétlen távozásra az volt, hogy a Ritz Hotel biztonsági főnöke, tehát Henry Paul sofőrként viszi el őket a lakásra egy bérelt fekete Mercedes S280-assal, ami azt megelőzően a Vendôme tér alatti parkolóban volt. Azt is kitalálták, hogy egy ugyanilyen autót a főbejárattól is elindítanak, hogy az ott várakozó fotósokat elcsalják vele. Ez az ötlet a későbbi vizsgálatok szerint Dodi Alfayedé volt, az elterelő kocsi sofőrje pedig éjfél után pár perccel érkezett meg a szálloda elé. Diana 0:06-kor hagyta el a lakosztályt, távozás közben pedig a liftben és számos más helyen is felvette őket a biztonsági kamera. Itt volt velük Trevor Rhys Jones és Henry Paul is. Jones pedig az este egyetlen túlélője később azt vallotta, hogy nem érzett alkoholszagot a biztonsági főnökön, sőt azt is elmondta, hogy Henry Paul sosem vezetett, ha előtte ivott. Diana és Dodi a hátsó bejáratnál várakoztak, egymást átkarolva körülbelül 8 percig. Közben Henry Paul egyszer kiment az utcára és intett egy a túloldalon álló paparazzinak. Ezután visszament, beszélgettek kicsit, majd Diana, mintha viccesen még tisztelgett is volna neki. Mindez csak azért érdekes, mert a jelek szerint oldott hangulatban voltak, a feszültségnek a legkisebb jele sem mutatkozott. A második Mercedes 0:19 után már a hátsó bejáratnál várakozott. A pár ült be hátra, Diana az anyósülés mögé, a sofőr Henry Paulon kívül Trevor Rhys Jones ült még elől. Körülbelül 0:20-kor indult el az autó, ezzel párhuzamosan a hotel előtti terelőautó és Dodi roverje is. Ez volt az a pillanat, amikor a hotel előtti fotósok rájöttek a cserre. Dianáig útvonala érintette a Concorde teret is, ugyanakkor az apartmanhoz innen a leggyorsabb út a Champs-Élysées-en keresztül vezetett. De egy aznap esti felvétel szerint elképesztő volt a dugó, ezért a Concorde-ról a Szajna mellett húzódó első Albert belga királyról elnevezett töltésút felé mentek, amit Magyarországon leginkább fasorként lehetne leírni. Ezt az útvonalat egyébként gyakran használták a hivatásos sofőrök a Champs-Élysées kikerülésére. Közben fotósok tucatjai tapadtak rájuk, és bizony ez az irány azt is jelentette, hogy amúgy távolodtak a lakástól. Innen érkeztek meg az Alma tér alatt húzódó alagúthoz, ami egyébként vezetéstechnikailag nem egy nehéz terep, gyakorlatilag egy 2x2 sávos, nagyjából egyenes útról beszélünk, aminek a közepén sűrűn épített betonoszlopok húzódtak biztonsági korlátok nélkül. Viszont a legfurcsább az egészben, hogy amúgy nem is kellett volna lemenniük az alagútba, ugyanis az első Albert útra jobbra simán elkanyarodhattak volna az Alma térre és onnan tovább a lakás felé. Rejtély, hogy miért inkább lefele mentek. A rendőrség szerint az egyetlen értelmezhető magyarázat, hogy a nagy sebesség miatt nem tudtak ráfordulni a kivezető útra. A Diana hercegnőt szállító Mercedes 0:23-kor érte el az alagút bejáratát, a sofőr Henry Paul pedig itt veszítette el ismeretlen okokból az irányítást a gépjármű felett. Először az alagút jobb oldali falának ütköztek, majd innen balra sodródtak át, ahol a 13. tartószlóba csapódtak bele frontálisan, végül megpördültek és háttal a kőfalnak ütköztek, még mielőtt megálltak volna.
A későbbi hivatalos vizsgálat szerint 105 km per órával hajtottak be az alagútba, miközben 50 km per órás sebességkorlátozás volt előírva. Az autónak leginkább az eleje roncsolódott össze a frontális becsapódás miatt, ahol a sofőr és a biztonsági ember ült. A számos verzió közül az egyik szerint elsőként az őket üldöző paparazzik érkeztek a helyszínre, akiknek egy részének megdöbbentő módon nem az volt az első dolga, hogy segítsen, hanem egész egyszerűen a roncsot és a baleset áldozatait kezdték el őrült módjára fotózni. Persze voltak köztük tisztességes emberek is, akik rögtön segíteni akartak, próbálták feltépni az ajtókat. A rendőrség 0 óra 30 perckor érkezett a helyszínre, a mentők pedig ő utánuk 5 perccel. A hatóságok 5 fotóst egyből letartóztattak, majd később két másikat is, és hozzávetőlegesen 20 tekercs filmet foglaltak le tőlük, illetve a járműveiket is. Hogy mennyire hány ingerkeltő volt némelyikük viselkedése, azt jól jelzi a France Info rádió beszámolója, miszerint a civil szemtanúk az egyiket még el is verték az alagútban. A rendőrök végül mindenkit kitessékeltek az alagútból, a baleset áldozatainak kiszabadítását pedig az időközben szintén kiérkező tűzoltók kezdték meg. Az anyósülésen utazó testőr Trevor Rees Jones még magánál volt, bár súlyos fejsérüléseket szenvedett. Diana, aki mögötte ült, csodával határos módon még szintén életben volt, amikor megpróbálták kiszabadítani. De mint nemrég utaltam rá, érdekes módon az sincsen teljes bizonyossággal megállapítva, hogy ki érkezett elsőként a roncshoz. A fotósok után a második lehetőség egy Frederick Maillé nevű szolgálaton kívüli orvos, aki miközben az ellenkező irányba haladt, állítása szerint füstöt látott az alagút közepén, majd amikor a roncshoz ment, meglátta a hercegnőt, akinek idézem, az arca még mindig gyönyörű volt. A doktor nem is talált külső sérüléseket Diana arcán, eszméletlen volt és nem is mondott semmit. Ő volt az első, aki orvosi ellátásban részesítette a Velszi hercegnőt. Az első segélynyújtáson túl segített a légzésben, mint mondta a fiatal nőnek, ugyanis állítása szerint nem ismerte fel Dianát. Majd a mentő kiérkezése után átadta nekik a terepet és elment. De most figyelj, a helyszínre érkező első járőrök közül az egyiket úgy hívták, hogy Sebastian Dorsey. Ő azt mondta, hogy odaérkezésükkor Dianának vér folyt a szájából és az orrából. Azt is hozzátette az elsőként kiérkező orvos ellenében, hogy egy mélysebb volt a hercegnő homlokán. A járőr volt az, aki további részleteket is elmondott. Eszerint Diana a fejével a két első ülés közé volt bedőlve, és a saját szemével is látta, miközben alig volt magánál, hogy a párja haldoklik, vagy már meg is halt. Ekkor megmozdult, majd a rendőrre nézett és mondott neki valamit angolul, de Sebastian Dorsey csak annyit értett, hogy Istenem. Miközben pedig ezt mondta, a hasát fogta, vélhetően ugyanis hatalmas fájdalmai voltak. Ezután egy pillanatra ismét körbenézett, látta a halott Henry Paul-t, ekkor talán felfogta, hogy mi is történt, majd visszanézett a rendőrre, és végül lecsukta a szemét. Az elsőként kiérkező mentők közül Xavier Gourmillon úgy idézte fel később, hogy Diana, miközben próbálta mozgatni a bal lábát és bal kezét, fájdalmában azt mondta, hogy Istenem, mi történt. A másik mentős Philip Bowyer tette rá a hercegnőre a nyakmerevítőt, valamint takarta be izotermikus takaróval. A légzéséről azt mondta, hogy normális volt, ugyanígy a pulzusa is, ami viszonylag erős volt. Ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy az elsőként kiérkező Frederick Maillé szerint Diana pulzusa gyenge és gyors volt. Végül hajnali egykor sikerült kivágni a roncsból, viszont ezután megállt a szíve, de az újraélesztés követően ismét verni kezdett. 1 óra 18 perckor mentőautóba helyezték, a helyszínről pedig 1 óra 41 perckor indultak el, majd 2 óra 6 perckor érkeztek meg a Pitié-Salpêtrière kórházba. A rendőrség jelentés szerint azért ide, mert itt volt a legjobb felszerelés, személyzet és tapasztalat ilyen súlyos sérültek ellátásához. Ezen kívül az éppen ügyeletben lévő Bruno Riu professzor kifejezetten a hercegnőjéhez hasonló sérülések kezelésében volt gyakorlott. Diana belső sérülései azonban rendkívül súlyosak voltak, minden lehetséges eszközt bevetettek, ugyanakkor a szíve a mellkasa bal oldaláról a jobbra tolódott át, ami miatt felszakadt a tüdővénája és a szívburok is, gyakorlatilag menthetetlen volt. Ami miatt később sokan értetlenkedtek, hogy a baleset időpontjához képest körülbelül 1 óra 40 perccel később, míg Diana kiszabadításához képest 1 órával, a mentőautóba helyezéséhez képest pedig bő 40 perccel később érkeztek meg a 6 kilométerre és este normál forgalomban, tehát nem mentővel is, csak 12 percnyire lévő kórházba. A későbbi indoklás szerint ez azért történt így, mert kétszer is meg kellett állni a útközben a mentőautónak, ugyanis Diana vérnyomása annyira leesett, hogy muszáj volt beavatkozni, különben már az utat se élte volna túl. Diana Velszi hercegnő hajnali 4 órakor halt meg.
Ezt 2 órával később jelentette be dr. Bruno Rioux egy rendkívüli sajtókonferencián a francia igazságügyi miniszter és a brit nagykövet társaságában. Az orvos elmondta, hogy az intézménybe érkezéskor a hercegnőnek rendkívül súlyos mellkasi vérzése volt, ami miatt a szíve is megállt. 2 órán keresztül kapott szívmasszást, de sajnálatos módon nem tudták stabilizálni a vérkeringését. Dodi Al-Fayed és Henry Paul azonnal meghaltak a balesetben. Testüket nem visszaállították kórházba, hanem egyből a hullaházba. Az egyetlen túlélő Trevor Rees Jones a testőr volt, ő még ma is él. A súlyos fejsérülései miatt azonban nem emlékszik semmire sem a balesetből. Egy későbbi interjúban elmondta a felépülése után, hogy az utolsó emléke, hogy a hotel hátuljában beszállnak a kocsiba, ahol néhány paparazzi várta őket, és el is kezdték követni a Mercedes-t. Őt a kórházból a baleset után bő egy hónappal, 1997. október 3-án engedték ki. A brit királyi család részéről a baleset napján délután 5 óra körül érkezett Párizsba Károly herceg, illetve Diana két testvére, Sarah és Jane. Jacques Chirac francia elnök kíséretében ellátogattak a kórházba, megköszönték az orvosok erőfeszítéseit, majd Diana testével vissza is repültek Angliába. Temetését 1997. szeptember 6-án tartották számos külföldi előkelőség és híresség, köztük Pavarotti, Elton John és George Michael jelenlétében, akik mind a barátai voltak. A közel 7 órás gyászszertartást a becslések szerint 200 országban, 44 nyelven 2,5 milliárd ember követte a tévéből. Harry és Vilmos herceg, amikor megtudták, hogy meghalt az anyjuk, az apjukkal épp Balmorálban voltak vakáción. Második Erzsébetet ezután sokan kritizálták, hogy elzárta a fiúkat a nyilvánosság elől, és ő maga is viszonylag később nyilatkozott az ügyben. De a két gyerek rendkívül hálás volt neki, hogy hagyta őket magukban gyászolni. A temetésen az akkor 15 éves Vilmos és a 12 éves Harry, az apjuk, valamint Fülöp herceg és Diana testvére Lord Spencer mellett végig kísérték a koporsót London utcáin. 2017-ben Vilmos azt mondta erről, hogy ez a séta volt a legnehezebb dolog, amit életében meg kellett tennie. Harry pedig úgy fogalmazott, hogy épp hogy csak meghalt az anyja, neki a koporsója mögött kellett sétálnia, miközben emberek ezrei veszik körbe, a tévében pedig milliók nézik. Nem hiszem, hogy egy gyerektől ezt el lehetne várni, tette hozzá. A gyászmisét a Westminsteri apátságban tartották. Diana-t pedig végül az ősi Altorpi családi birtokon temették el, egy ottani tó kis szigetén. Most pedig eljött az ideje, hogy kitárgyaljuk a rendőrségi vizsgálatokat és az összeesküvés elméleteket. Már most az elején leszögezném, hogy a franciák és a britek is ugyanarra jutottak. Diana halála a baleset miatt következett be, ami nem egy összeesküvés eredménye volt. Mindazonáltal bőven vannak furcsaságok az ügyben, illetve most az eddigiektől eltérően egyszerre mutatom be a hatóság munkáját és az összeesküvés elméleteket. A francia vizsgálat hivatalosan úgy kezdődött meg, hogy a párizsi ügyészség egyik tisztségviselője kiment a balesethez, ahol megbízta a fővárosi rendőrséget a nyomozás lefolytatásával. Ez egy bevett gyakorlat a franciáknál, innentől kezdve pedig a hatóság munkáját Jean-Claude Mullé vezető nyomozó irányította, és a rendőrség legelőször a Mercedes követő fotósokat gyanúsította a baleset okozásával, de elég hamar, mindössze pár órával később már a sofőr befolyásoltsága felé terelődött a gyanú. A vizsgálóbíróként Hervé Stéphane bíró kapta meg az ügyet, aki annak komplexitása miatt később egy segédbírót is kapott, de összességében ő jelölte ki a nyomozás irányát. Harry Paul vérében 1,73 gram per literes alkohol koncentrációt mértek, ami a 3,5-szerese a francia megengedettnek és 2-szerese az angolnak. A 18 hónapig tartó franciaországi vizsgálat arra jutott, hogy a baleset azért következett be, mert elvesztette az irányítást a gépjármű felett, miközben antidepresszánsok, egészen pontosan fluoxetin és tiaprid, valamint alkohol befolyásoltsága alatt állt. Ez volt Franciaország történetének leghosszabb ideig tartó nyomozása, ami egy közlekedési balesetre irányult. 30 rendőr vett benne részt, 6000 oldalnyiratot állítottak össze, valamint 200 tanút kérdeztek ki. A nyomozás szerint a tragédiához nem volt köze semmilyen titkos szolgálatnak, sem pedig az autót üldöző paparazziknak. Közülük 9-et kezdetben emberöléssel vádoltak, valamint egy sajtómotorost is, de őket végül mind felmentették. A bíróság szerint a viselkedésük, miszerint segítségnyújtás helyett inkább fényképezték a roncsot, morálisan és etikailag enyhén szólva is problémásnak nevezhető, de az érintettek olyan bűnt nem követtek el, amiért jogi szempontból felelősségre lehetne vonni őket. Ezzel kapcsolatban kikutattam, hogy 1940
1941-től kezdve a Vichy kormány idején szankcionálták először a segítségnyújtás elmulasztását, viszont a törvény szövegében szerepel az is, hogy abban az esetben alkalmazható, ha a segítségnyújtó nem veszélyezteti saját maga és vagy egy harmadik féltesti épségét. Márpedig egy totálkárosra tört autónál joggal tarthat az ember attól, hogy esetleg valami gyúlékony szivárog belőle, majd az belobban és robbanás lesz a vége. A hatóságok azt is írták a jelentésükben, hogy Diana hercegnő és Doty Alfayed is valószínűleg túlélte volna a szerencsétlenséget, ha be van kötve a biztonsági övük. Az összeesküvések egyik alapját az adta, hogy a franciák szerint az elvileg ittas Henry Paulnak nagy sebesség mellett, amikor az autóval beértek az alagútba, hirtelen ki kellett kerülnie egy fehér Fiat Unót, és ezért vált irányíthatatlanná a Mercedes. Erre első körben az adott okot, hogy a Mercedes jobb belső lámpájának környékén egy ilyen Fiat fényezéséről származó fehér festék nyomait találták meg. Tehát a tragédia előtt Diana hercegnőjék autója nagy valószínűséggel összeütközött egy ilyen Fiat Unóval. A hatóságok azt is megállapították, hogy a baleset után a roncs mellett legalább 4 autó és egy motor hajtott el. A rendőrség ugyanakkor a széles körű keresése ellenére sem tudta azóta sem megtalálni ezt a rejtélyes fehér Fiatot. Erről később még szó lesz, viszont a végső franciaországi jelentésről fontos elmondani, hogy mind Diana családja, mind az egyetlen túlélő Trevor Rees Jones elfogadta azt, egyedül Doty Alfayed hotel tulajdonos apja nem nyugodott bele. A francia nyomozással kapcsolatban főleg a külvilág számára számos kérdés merült fel. Sokan például nem értették, hogy a baleset után durván 4 órával miért volt már újra nyitva az alagút, mintha semmi sem történt volna. A tragédia helyét pedig homokkal szórták fel, amivel lehet, hogy addig fel nem fedezett nyomok semmisültek meg. Ugyanakkor a rendőrségnek egy közlekedési baleset esetében kötelessége visszaállítani a közlekedés rendjét, így összességében ez egy bevett eljárás volt. A kifolyt olaj, üzemanyag, hűtővíz, esetleg vérnyomát pedig nyilván nem hagyhatják ott. Mindazonáltal az angolok is természetesen megvizsgálták a francia jelentést, és ott volt köztük például Dr. Robert Forrest is, a Szigetország egyik vezető igazságügyi orvos szakértője is, aki úgy fogalmazott, hogy a franciák lenyűgöző munkát végeztek, nincs oka kételkedésre. A brit nyomozás sokak értetlenkedésére csak 2004. január 6-án kezdődött meg, miután Michael Burgess, a királynői udvartartás halott kéme hivatalosan is megnyitotta a Diana hercegnő és Doty Alfayed halálára vonatkozó vizsgálatot. Nem sokkal azután, hogy előző évben Paul Burrell, a komornyik, nyilvánosságra hozta az állítólagos Diana levelet. A vizsgálat az Operation Paget nevet kapta, és a tragédiát övező összeesküvés elméletek feltárására összpontosított, aminek a végén 16 fejezetben egy bruttó 871 oldalas jelentést állítottak össze, és amit én fel is dolgoztam, hogy tényleg semmi fontos ne maradjon ki ebből az anyagból. A nyomozás Nagy-Britannia egyik legelismertebb nyomozója, a 2004-ben idézőjelben még csak Sir John Stevens, majd a vizsgálat végére már Lord Stevens vezette, és 2008-ban mutatták be az eredményeket. A sajtó eseményen pedig kijelentette, hogy idézem, a most rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem történt gyilkossági összeesküvés az autó egyetlen utasára vonatkozóan sem. Persze lehet azon elmélkedni, hogy anno a britek miért nem kezdtek vizsgálódni a saját hercegnőjük halála ügyében, de összességében a franciák kézben tartottak mindent, és minden részletre kiterjedő kutatást végeztek. De egyébként is mit tudna jobban egy angol nyomozócsoport Párizsban a párizsiaknál? A kérdés persze költői, de alapvetően érthető, hogy miért nem firtották az egyébként az egész nemzetnek sokkot és mély gyászt okozó tragédiát. Az összeesküvés elméletekkel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy már szinte a legelső pillanattól kezdve jelen voltak a közbeszédben. És ugyan valóban voltak gyanús körülmények, ezek aztán nem váltak sem nyommá, sem bizonyítékká, sem pedig tényé. Diana halálát követően számtalan könyv és dokumentumfilm készült, gyakorlatilag mindenkit megszólaltatott a média, akinek akár csak fél percre is köze volt élete során a hercegnőhöz. Pont emiatt hívnám fel a figyelmet arra, hogy az, hogy furcsa módon egyre másra kerültek elő a titkos levelek, feljegyzések, szemtanúk, vallomások és egyéb érdekességek, nem kis részben annak köszönhető, hogy Diana Wellesley hercegnő minden kétséget kizáróan a 20. század leghíresebb asszonya volt. És mint olyan, a hírnév számos egyéb jelenség mellett a meggazdagodás lehetőségét is magával hordozza, ebben az esetben pedig különösen. Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, könyvek tucatjai és cikkek ezrei jelentek meg a témában, egyre nagyobb szenzációkat, titkos leleplezéseket, elképesztő új információkat ígérve, amiket valamiért csak a sokadik önéletrajzíró vagy újságíró tudott kideríteni. Összességében tehát óvatosan bánjunk mindenféle új információval és összeesküvés elmélettel, nem kis részben azért, mert akiket ez érint, azok
azok már nem élnek, akik pedig akár el is követhették volna ezeket, például egy titkosszolgálat, a királyi család vagy bárki, ugyan miért vallaná be? Kezdjük először is azzal a ténnyel, hogy a Ritz Hotel és az alagút közötti biztonsági kamerákat a francia rendőrség mind lenyomozta. A vizsgálatot egy Eric Guigou nevű hadnagy irányította, és összesen 10 ilyen eszközt azonosítottak. Ugyanakkor ezek nem hatósági eszközök voltak, hanem az egyes épületek bejárataira néző privát használatú kamerák, így semmi érdemlegeset nem tudtak kinyerni belőlük. Az alagút bejáratához kihelyezett közlekedés monitorozó kamera felvételeit sem használhatták. Az indoklás szerint azért, mert a párizsi közlekedés irányítás irodája este 11-kor bezárt, és mivel nem volt éjszakai műszak, így felvételeket sem készítettek. A kamera ugyan működött, és be is volt kötve a rendőrséghez, de ott nem tudták irányítani, csak az élő képet nézni. Dianáékról készült videófelvétel a Ritz Hotelben, közvetlenül azelőtt is, hogy elhagynák az épületet, de ugyanígy egy fotó is, amiről később tévesen állították, hogy az alagútban készült. Ez egyébként az utolsó fénykép, amelyen a hercegnő is látható, és azért érdekes, mert felmerült az úgynevezett villanás teória is, ami abból indult ki, hogy több szemtanú is arról számolt be, hogy egy éles villanás látott pontosan akkor, amikor a Mercedes az alagútba ért. Ugyanakkor mind a francia, mind pedig a brit nyomozók elvetették, hogy történhetett ilyen villanás, ugyanis szerintük a szemtanúk az egymást követő vallomásokban ellentmondásokba keveredtek. Az egyik ilyen beszámoló egy François Levister nevű férfitől származik, aki Dianáék előtt vezetett az autójával, és azt mondta, hogy a visszapillantó tükörben látta a villanást. Ugyanakkor furcsa módon a mellette az anyósülésen utazó akkori felesége szerint nem történt ilyen. Ugyanezt a villanást később egy Brian Anderson nevű amerikai turista is megerősítette, aki beszámolója szerint a nagy csattanás meghallása előtt látta, úgymond a bal szeme sarkában, de pontosan nem tudta meghatározni a forrását. A nyomozás során ugyanakkor a rendőrök kiderítették, hogy ezt a később François Levinek nevezett férfit 1989-ben börtönre ítélték csalásért, így végképp kiírták a használható szemtanúk közül. Érdekes azonban, hogyha a villanás tényleg megtörtént, akkor annak az alagút bejáratánál kellett keletkeznie, viszont számos szemtanú, akinek elvileg látnia kellett volna, mégsem számolt be ilyenről. A másik pedig, hogy egy olyan erejű stroboszkópszerű lámpa, ami képes lett így kizökkenteni egy sofőrt, még a környező utcákat is be kellett volna világítania, de ugyanígy a Fiat Unót is el kellett volna vakítania. Most pedig akkor térjünk is rá a rejtélyes fehér autóra, amellyel a jelek szerint Dianáék Mercedes-e ütközött az alagút bejáratánál, és ami nagy valószínűséggel erősen hozzájárult a tragédiához, viszont ezt a Fiat Unót a rendőrség sohasem találta meg. Érdekesség, hogy azt konkrétan senki sem látta, amint a fehér autó beérkezik az alagútba. Azt viszont már többen is jelentették a rendőrségnek, hogy onnan távozni már igen. A milliárdos, a Fiat gyászoló Mohamed Al-Fayed, aki egyébként nem sajnálta a pénzt magándetektívekre, saját orvos és műszaki szakértőkre, valamint filmesekre, általánosságban hitte azt, hogy a szellemkocsi a brit külföldi hírszerző és titkosszolgálati, az SIS-é, ismertebb nevén az MI6-é. A francia rendőrség a nyomozása során több mint 4000 ilyen Fiat Unót vizsgált meg és végül zárt ki, ám ezek közül is az egyik legérdekesebb egy bizonyos James Anderson nevű fotóriporteré volt, aki a párizsi a fotóügynökségnek dolgozott. Erről a férfiról tudni érdemes, hogy személyesen ismerte Dianát, és tagja volt annak a fotós falkának, amelyik szinte mindenhová követte a hercegnőt a franciaországi nyaralása alatt. Nagyon sok pénzt csinált a fotóiból, volt főnöke az ügynökségnél, Gascon Sipagulu azt mondta, hogy sosem látott hozzá hasonló celeb fotóst. Állandóan dolgozott, éves szinten félmillió dollárt is keresett a képeivel, mindezt a 90-es években. Andersonnak rendkívül magas politikai kapcsolatai voltak, példának okán a baleset idején hivatalban lévő francia baloldali miniszterelnökkel, Lionel Jospinnel olyan viszonyban volt, hogy egy alkalommal a motorján is szállította. Andersonnal kapcsolatban állította egy nevét és arcát nem vállaló állítólagos francia nyomozó, hogy nem csak hogy fotózhatta Dianát 1997 nyarán, de még a Johnny Cull nevű jaktra is felengedték, ahol a hercegnő és Dodi Al-Fayed együtt pihentek. Viszont ugyanez a forrás mondta azt is, hogy a francia hatóságoknak arra is volt bizonyítéka, hogy Anderson a baleset idején az alagútban volt, és meg lehet, hogy ő készítette az utolsó képeket az utasokról. De ezt rövidesen cáfolták, mindjárt azt is elmondom, hogy miért.
Szóval ennek a férfinak pont egy ugyanolyan fiatja volt, mint amilyet a rendőrség is keresett, és hogy nem, a baleset után 2 hónappal, októberben túl is adott rajta. Nagyon fontos részlet azonban, hogy Andanson kocsiáig Mohamed Al-Fayed nyomozói jutottak el, ami egy párizsi garázsban pihent. Persze a hírek hallatán a hatóságok is felkutatták az autót, de arra jutottak, hogy a baleset idején nem volt olyan állapotban, hogy közlekedjenek vele, miután a tulajdonosa eléggé elhanyagolta. Ezzel kapcsolatban a francia vezetőnyomozó kijelentette, hogy lehetetlen, hogy ez a Fiat ott lett volna aznap este az alagútban. Mindazonáltal az idős Fayed szerint James Andanson a brit titkosszolgálat embere volt, a fotóriporterkedés pedig csak a fedése miatt volt szükséges. 1998. februárjában a franciák ki is kérdezték a férfit, aki viszont papírokkal tudta igazolni, hogy merre volt a tragédia idején, így elvileg ő tényleg nem lehetett ott. James Andersonnak aznap ugyanis interjúja volt korzikáni francia énekessel, az utazását és hotelfoglalásait pedig a saját bankkártyájával fizetett bizonylatokkal is alátámasztotta. A férfinak volt egy lakása Párizsban, illetve többek között egy birtoka is a Loire völgyében, az estét pedig itt a Lignéri otthonában töltötte közel 300 kilométerre délre Párizstól. Ugyanezt az Elizabeth nevű felesége is megerősítette, és bár tényleg nagyon furcsa az egybeesés az autókkal, akár könnyen vége is lehetett volna ennek a szálnak, ha közel 3 évvel a tragédia után, 2000 májusában meg nem találják James Andanson holttestét egy erdőben, 400 kilométerre az otthonától, egy kigyulladt BMW-ben. A közeli ismerősei szerint a halál előtt beszélt az öngyilkosságról, hogy a magánéleti gondjai miatt egy szivarral és üzemanyaggal felgyújtja majd magát. Ugyanakkor ismét előkerült a titkosszolgálat szál, miszerint ez valójában egy kivégzés volt. Andansont a kiégett BMW vezetőülésén találták meg, ugyanakkor a francia halottkém jelentése szerint nem fedeztek fel erőszakra utaló nyomokat a maradványain, de furcsa módon találtak egy lyukat a halántékán. A szakértő ezt úgy értékelte, hogy nem golyó okozhatta, hanem a kigyulladt autóból eredő hő. A tűzben nem meglepő módon a BMW alumínium rendszámtáblái is megsemmisültek, illetve állítólag hangsúlyozom, hogy csak egyes források szerint a kocsi kulcsot sem találták meg az autóban. Erre utaló információ ugyanis nincsen a jelentésekben, vélhetően ha igaz lenne, azért ezt megemlítették volna. A francia rendőrségnek ugyanakkor sikerült lenyomozni, hogy a férfi a halála napján egy benzinkúton vásárolt egy kanna üzemanyagot, illetve küldött egy levelet a barátainak is, hogy attól a naptól kezdve a képeiből származó jogdíjakat mind a feleségének küldjék. A brit vizsgálat az Operation Paget Andanson titkosszolgálati kapcsolatait is vizsgálta, és arra jutottak, hogy a férfi nem dolgozott az MI6-nek, bár csak halkan teszem hozzá, hogy az ilyesmit a hírszerzők és kémek világában nem igazán szokás elismerni. További furcsaság, hogy a férfi munkahelyére, a Szájba fotó ügynökségre a halála után 1 hónappal betört 3 fegyveres, egy éjjeli őrt még meg is lőttek, de elvileg semmi Andersonhoz köthető tárgyat nem loptak el, és nem is kifejezetten az ő holmiait keresték. A cég vezetője szerint francia celebekről készült kompromittáló képek után kutattak. A keresett fehér Fiat Unóval kapcsolatban egy másik lehetséges tulajdonos egy a baleset idején 22 éves vietnámi származású Le Van Ten nevű taxisofőr volt, akinek persze szintén egy ilyen autója volt. A férfit ráadásul több szemtanú is azonosította. 2006-ban pedig az apja azt mondta, hogy a tragédia éjjelén a fia fehér festékkel fújta le a kocsiját, valamint állítólag az autószerelő testvérét is kiugrasztotta az ágyból, hogy segítségül hívja. A francia rendőrség szerint Ten kocsia valóban ott lett a balesetnél, ugyanakkor a férfit kizárták a gyanúsítottak közül, mert most figyelj, azt mondta nekik, hogy aznap este dolgozni volt. Bár ez egy taxis esetében pont nem zárja ki, hogy épp az Alma alagútban hajtson át. Főleg úgy, hogy később kiderült, hogy a végzetes estén a megszokottnál korábban végzett, és fizikailag is ott lehetett a helyszínen. A férfi 2019-ben szólalt meg először az üggyel kapcsolatban, és állítása szerint a brit rendőrök szerettek volna beszélni vele a nyomozásuk során. De mint mondta, a franciák azt mondták neki negatív felütéssel, hogy ne utazzon el Nagy-Britanniába, mivel ott mások a törvények, mint Franciaországban. Minden esetre a britek a mai napig nem kérdezték ki a férfit, de mondom még egyszer, ezek pusztán az ő állításai. Ugyanakkor bárki is volt ott, érthetetlen, hogy miért hajtott tovább segítségnyújtás nélkül, főleg úgy, hogy a szabályosan közlekedő Fiat elvileg nem okozhatta a balesetet, így ártatlan volt a sofőrje.
Az egyetlen magyarázat, hogy az illető hirtelen bepánikolt a Mercedes becsapódásától és megijedt az esetleges következményektől. De ha már szó volt a villanásról és a Fiatról, beszélni kell egy Erik Petel nevű, a baleset idején 28 éves férfiról, aki állítása szerint az ütközéskor az alagút bejáratánál hajtott az új motorjával, szintén nem épp szabályosan, körülbelül 110-zel, amikor a tükörben azt látta, amint a Mercedes villogtat a reflektorral. A következő pillanatban a fekete autó elhúzott mellette, amikor is egy fülsüketítő csattanást hallott, amire először azt hitte, hogy a motorjával történt valami, talán a kipufogójával. Később pedig azt is nyilatkozta, hogy a Mercedesen kívül ő nem látott másik autót az alagútban. Mondta mindezt annak ellenére, hogy bizonyíték volt arra, hogy a Mercedes ütközött a fehér Fiat Unóval. Azt is hozzátette, hogy amikor odament a roncshoz, egy női alakot látott, akinek a feje a két első ülés közé volt bedőlve. Ezután megpróbálta hátra dönteni, mire Diana feje hátra csuklott, majd észrevette, hogy vér folyik a füléből és az orrából. Erik Petel állítása szerint ezt követően egy közeli utcai fülkéhez ment, ahonnan hívta a hatóságokat, majd a legközelebbi rendőrségre sietett. Ugyanakkor furcsa módon azt állította, hogy a rendőrök nem foglalkoztak vele, sőt próbálta magára terelni a figyelmet, de végül még őt bilincselték meg, később pedig a párizsi központi rendőrőrsre vitték. De ismét felhívom a figyelmet, hogy ezek az ő állításai, miközben azt is mondta, hogy a Mercedesnél az alagútban például a paparazzikat sem látott. Majd, hogy a rendőrségen egy idősebb nyomozó azt sugalmazta neki, hogy ne nagyon ugráljon a történetével. A rendőrség később annyit nyilatkozott Erik Petellel kapcsolatban, hogy nem mondott igazat, és hogy szerintük ott sem volt a tragédiánál. Az ő történetét azért meséltem el, hogy mindenki lássa, bizony voltak olyanok, akik a jelek szerint megpróbáltak nagyot mondani és fontoskodni, amivel aztán teljesen feleslegesen lekötötték a hatóságok figyelmét. A következő elmélet Henry Paulhoz, a sofőrhöz kapcsolódik, akit nem csak Dodi Alfajed apja, hanem sokan mások is a titkosszolgálatokhoz kötöttek. Kiindulásnak persze már az is elég, hogy biztonsági vezető volt a Ritzben, ugyanis a hírszerzés, a rendvédelmi és egyéb fegyveres szervezetek között nagy az átjárás idehaza is a biztonsági cégekhez. Ezen kívül Henry Paul sokkal vagyonosabb volt annál, mint amilyennek idézőjelben lennie kellett volna. Ez persze számtalan forrásból kialakulhatott, és a hírszerzési jutalom, pénz vagy juttatás ezek közül is csak az egyik, így ez még önmagában semmit sem jelent. A halála után az összesen 15 bank számláján mintegy 170 ezer fontot találtak, ami nagyon nagy összeg volt már akkor is. 2020-ban 279 ezer fontot jelentett ez az összeg, ami tavaly év végén több mint 110 millió forintot ért. Viszont fontos megemlíteni, hogy a hatóságok feltérképezték a férfi bankszámláinak pénzmozgásait, és furcsa módon a tragédiát megelőző 8 hónapban többször is jelentős mennyiségű pénzt, összesen 43 ezer fontot helyezett el a számláin. Ám ezeknek az összegeknek az eredetét azóta sem sikerült meghatározni. Claude Garek, aki több nyilatkozatban is Henry Paul jó barátjaként jelenik meg, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy mivel a férfi biztonsági főnökként számos gazdag ügyfélnek dolgozott a hotelban, így könnyen lehet, hogy ezek az összegek egyfajta jutalomként tőlük származnak. Erre még az is lehet egy lehetséges magyarázat, amit egy bizonyos Tom Bauer mondott, aki Mohamed Al-Fayedről írt egy terjedelmes önéletrajzot. Még 2004-ben mondta, hogy az idősebbik Fayednél megszokott volt, hogy nagy mennyiségű készpénzzel járkált, heti szinten pedig akár 100 ezer fontot is szétosztogatott a dolgozói között. De ha már Mohamed Al-Fayed, az író azt is elmondta róla, hogy gyakran fizetett a hotelei biztonsági embereinek is, hogy azok megfigyeljenek bizonyos vendégeket. Bauer szerint a milliárdos a kedves, melegszívű nagybácsi szerepében mutatkozott mindig, de valójában egy nagyon veszélyes ember volt. Úgy foglalta össze, hogy egyszerre volt egy nagyon jó barát és egy veszélyes ellenség is. De visszatérve Henry Paulhoz, ugyebár mind a francia, mind pedig a brit vizsgálatok az autóbalesetet hozták ki Diana hercegné halála okának, amit viszont a labor szerint közvetlenül az alkohol és gyógyszerek befolyása alatt álló Henry Paul okozott, aki nagy sebességnél elvesztette az irányítást a jármű felett. Ám ez a jármű sem volt átlagos. A Mercedes-t a főleg a Ritznek dolgozó Étoile Limousine nevű cég kölcsönözte aznap éjjel, és azt is tudni, hogy nagyon sürgősen kellett beszerezni, így nem mentek rajta végig a szokásos biztonsági ellenőrzés.
érzésekkel. A Mercedes előtörténetét megvizsgálva ugyanis arra bukkantak, hogy a baleset előtt 2 évvel vásárolták újonnan, és nem sokkal ezután ellopta egy szökött fegyenc, hogy felalá száguldozzon Párizs környékén. Végül a Charles de Gaulle repülőtér közelében találták meg totál károsra törve, miután többször is átpördült. Ezután kiírták a forgalomból, de mivel a biztosító a teljes kárt megtérítette, így újjáépítették. Ezt követően került az autókölcsönzőhöz, ahol persze hamar világossá vált, hogy dolgozni kell még a nagyértékű gépjárműn, ugyanis úttartási problémái voltak. Egy korábbi sofőr például, aki vezette, azt mondta, hogy ha 60 km/h fölé ment vele, akkor kiszámíthatatlanná vált. Többször is visszaküldték a Mercedes kereskedésbe, de a probléma nem oldódott meg. Viszont most figyelj, Diana-ék halálos balesete előtt pár héttel ismét ellopták az autót, és bár ezúttal is megtalálták, de a kocsi elektronikáját egyes források szerint, mintha megpiszkálták volna. Ezután letették egy garázsba és várta az újabb javítást, de teljes értékű átvizsgálás elvileg nem történt meg a baleset előtt. Mindehhez hozzájött az is, hogy egy ilyen autó vezetéséhez külön képzésre lett volna szükség, márpedig Henry Paul nem vett részt ilyenen, ugyanis nem sofőr volt, azokat mind hátrahagyták a hotelben. Ezeknek az állapotra vonatkozó információknak ugyanakkor ellentmond, hogy a francia vizsgálati anyagot megnézették az egyik legnevesebb brit autóbiztonsági szakértővel, Murray McKay-jel is, és szerinte nagyon alapos munkát végeztek, a jelentés alapján nem volt baja az autónak, a sofőr egész egyszerűen ittas volt. Mind a két ország vizsgálata azzal zárult, hogy nem találtak műszaki hibát a Mercedesben. Nem találtak arra utaló nyomot sem, hogy bárki is megbabrálta volna az autót. A biztonsági évek is tökéletesen működtek, noha azt egyik utas sem használta. Harry Paul vérvételéből ugyebár kiderült, hogy az alkohol szintje a francia legális mértéknek legalább a 3-szorosa volt. Ugyanakkor ennek valóságtartalmát többek között azért vonták kétségbe, mert a Ritz Hotelben készített biztonsági kamera felvételekre látszik Harry Paul is, amint teljesen józannak tűnően sétál a folyosókon. Sőt, egy ponton még le is Google bekötni a cipőjét, de közben egy pillanatra sem inog meg, ami mindenképpen furcsa, ha az ember a véralkohol szintje szerint olyan részek, hogy járni is alig tudna. Egyes vélekedések szerint ez azért lehetett, mert Harry Paul alkoholista volt, márpedig az ilyen emberekre egy idő után kevésbé hat ugyanaz az alkohol mennyiség, ami mást már teljesen kiütne. Alkoholfogyasztása esetén ugyanis az annak lebontásáért felelős enzimek aktivizálódnak a májban, szükség esetén még termelődhetnek is egészen addig, amíg csak van mit lebontaniuk, azaz amíg alkohol található a szervezetben. Rendszeres fogyasztás esetén fokozott igénybevétel alakul ki, ami az enzimek számának növekedését vonja maga után. Ez látszólag növeli az alkohollal szembeni toleranciát, hiszen a lebontás ezáltal gyorsabbá válik, és egyre nagyobb és nagyobb dózisra van szükség ahhoz, hogy az illető érezze a hatást. A Harry Paul részegségére vonatkozó lehetőséget azonban nem fogadta el sem az ő családja, sem a Fayette család. Később pedig pont emiatt volt szükség újabb vizsgálatokra, de végül a férfi szeméből vett különleges mintából sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a férfi szervezetében tényleg nagy mennyiségű alkohol volt. Ugyanakkor az alkoholista elméletnek ellentmond Henry Paul kezelőorvosának a vizsgálata, aki pár nappal a baleset előtt 1997. augusztus 28-án vizsgálta meg a férfit, aki meg akarta újítani a pilóta engedélyét. Nos, ez alatt a vizsgálat alatt nem került feljegyzésre semmi, ami alkohol problémákra vonatkozna, bár az is tény, hogy az alkoholfogyasztást külön nem vizsgálták. Egyedüli jegyzetként a rossz látását írták fel, ami ugye egy szemüveges embernél nem annyira megdöbbentő. Harry Paul a becslések szerint a kedvenc francia anis likőréből a 45 fokos Ricardból fogyasztott el több pohárral, mielőtt beszállt volna az autóba. A biztonsági főnök este 7-kor fejezte be a munkát, így ha ezután lazításnak ivott párat, azt talán nem lehet a szemére vetni. Pár órával később azonban visszarendelték a Ritzbe, vélhetően nem számított rá, viszont erről az időszakról ugyebár nem lehet tudni, hogy pontosan hol volt és mit csinált. Ezzel kapcsolatban egy Didier Gamblin nevű hotel alkalmazott azt mondta a rendőrségnek, hogy neki Harry Paul azt mondta a távozás előtt, hogy hazamegy, ugyanakkor a hatóságok szerint ez semmi sem támasztja alá. Este 9 óra 57-kor például Claude Roulet hotel menedzser az otthoni számán hívta Paul-t, de nem vette fel senki. Végül a már korábban említett biztonsági ember François Tendil érte el a mobilján, aminek a helyzetét a rendőrség utólag sem tudta meghatározni, mert idézem,
Nem voltak meg a szükséges technikai információk, ugyanakkor egy Josiane Letellier nevű nő, aki egy bárt üzemeltetett Henry Paul lakásával szemben azt mondta a rendőröknek, hogy este 10 körül a férfi betért hozzájuk a lakása irányából sétálva, de nem ivott meg semmit sem. Nem sokkal később elköszönt és azt mondta, hogy hamarosan találkoznak, majd elhajtott a minijével a Ritz felé. A rendőrség átkutatta a lakását, de nem találtak semmi gyanúsat. Arra vonatkozólag találtak bizonyítékot, hogy a hotel bárjában a visszaérkezte után legalább 2-5 centiliteres ánizslikört is felszolgáltak neki. Az orvos szakértők ugyanakkor úgy találták, hogy két feles nem vált ki ekkora véralkohol szintet, így ezeken felül még legalább 4-6 el kellett fogyasztania. Minden esetre az autopszia során ugyan nem boncolták fel a máját, de a szemügyre vették, aminek során semmi rendelleneset nem fedeztek fel, így kijelenthető, hogy Henry Paul nem volt alkoholista. Ami viszont további furcsaság volt, hogy az első hivatalos vizsgálat 20,7%-os karboxihemoglobin szintet mutatott a mellkas üregéből vett vérmintában, ami a vérbe jutott szénmonoxid mennyiségéről árulkodik, és ami alapján ez az érték a baleset előtt pár órával 40% körül is lehetett. A szint 50% felett halálos, de már előtte is eszméletvesztést, hányást, fejfájást és egyebeket okoz. Viszont a hatóságok ezzel kapcsolatban kiemelték, hogy az első vérminták szinte sohasem megbízhatóak, ugyanis ezek nagy eséllyel szennyeződnek be más testfolyadékok vagy a környezet, ez esetben a füstölő autó vagy épp a légzsákok által. Szeptember 4-én aztán újabb mintát vettek a combcsont háromszögből, ami viszont már csak 12,8%-os értéket mutatott, ami magas, de nem feltétlenül szokatlan. Az erős dohányosoknál ez 10% körül mozog. Henry Paul pedig szivarkákat szívott rendszeresen, barátai szerint, ha nyaralni volt, napi egy csomag simán elment. Az állítólagos MI6-es kötődése egyébként egy Richard Tomlinson nevű korábban valóban az MI6-nek dolgozó férfitól származik, aki a baleset után, de még a 2000-es évek elején is többször is azt nyilatkozta és vallotta, hogy ő már 1992-ben látta a biztonsági főnök MI6-es aktáit, és hogy az pénzért szolgáltatott információkat a hírszerzésnek. Tomlinsont és a történetét több dokumentumfilmben is megfuttatták, de végül 2008-ban már azt mondta, hogy lehet, hogy rosszul emlékezett, és Henry Paul nem is biztos, hogy dolgozott a titkos szolgálatnak. Mindazonáltal erre 2003-ban egy interjúban rácáfolt Henry Paul korábban már említett állítólagos legjobb barátja, aki mint mondta, mindig tudtam, hogy vannak kapcsolatai a titkos szolgálatokhoz, de csak a munkájához fűződően, nem pedig más személyek ellen irányulóan, vagy valami küldetés részeként. Lord Stevens a nyomozás eredményeinek bemutatásakor elmondta, hogy csak Henry Paul MI6-es múltját 3 héten át kutatták, főleg az MI6-nél, olyan eszközökkel és engedélyekkel, amit előtte senki sem kapott meg, de ezek után sem találták a legkisebb nyomát sem annak, hogy a férfinek köze lett volna a szervezethez. A nyomozók kikérdeztek minden MI6-es dolgozót, aki a végzetes éjszakán Párizsban szolgálatban volt. Ez alapján egyikük se használt fehér Fiat Unót, és egyikük sem egyeztetett Henry Paul-lal, akinek a munkásságát illetően megszólalt később John McNamara is, aki az idősebbik Fayette másik hoteljének, a londoni Harrodsnak volt a biztonsági vezetője, aki több mint 20 évig dolgozott a Scotland Yardnak, valamint a milliárdos magánnyomozását is vezette. Ő arról beszélt, hogy bármit is eszeltek ki azon a végzetes éjszakán, őt magát meglepte, hogy a többi biztonsági nem követte őket óvintézkedésből egy másik, úgynevezett backup kocsival. Azt is furcsállotta, hogy a baleset után pár órával már simán ment a forgalom az alagútban, mintha mi sem történt volna. Sőt, a városi úttisztítók még aznap hajnalban végigmentek az alagúton, tisztítószerrel lepermetezve a falaktól kezdve mindent. Mindazonáltal a 2019-ben meghalt McNamaráról több érdekesség is előkerült az évek során. Például, hogy ő terjesztette kezdetben, hogy a királyi család és az MI6 Sir Diana halála mögött. Ezen kívül Párizsba repülése után kihallgatta a Ritz alkalmazottaival készült interjúkat, valamint ő fújta fel Mohamed Al-Fayed teóriáját a hercegnő terhességéről, illetve a beszámolók szerint két szállodapincért is arról győzködött fenyegető stílusban, hogy beszéljenek arról, hogy Dodi eljegyzési gyűrűt is vásárolt. Szóval érdekes egy figura volt, akinek a szándékai kissé megkérdőjelezhetőek. Diana hercegnő halálával kapcsolatban a legfontosabb kérdés, már persze ha igaz lenne bármelyik összeesküvés elmélet, hogy ki és miért akarhatta volna megölni, ugyanis ez izgatta emberek millióit. A leggyakoribb és legismertebb válasz erre az, hogy a királyi család szervezett egy merényletet, miután megtudták, hogy Diana Dodi Al-Fayedtől terhes.
Emögött az elmélet mögött ugyebár a férfi apja Mohamed Al-Fayed állt, aki szerint Diana a fiával töltött pár hetes ismerettség után a francia Rivierán lett várandós. Az MI6 pedig a királyi család azon belül is különösen Károly herceg utasítására végzett vele, mert olyan nem fordulhatott elő, hogy a leendő király Vilmos herceg mostoha apja egy arisztokrácián kívüli egyiptomi muszlim férfi. Azzal persze nem foglalkoztak az elmélet támogatói, hogy egyébként Károly herceg nem utasíthatja a hírszerzést, ugyanis erre nincsen jogköre. De ha feltételezzük, hogy egy ilyen megbízatás a hivatalos utat megkerülve mégis megszületett egy sötét szivarfüstös szobában, akkor is fontos kiemelni, hogy Diana holttestének, azon belül is a méhének és vérének HCG hormonvizsgálatakor semmilyen nyomát nem találták annak, hogy terhes lenne. Vérmintát egyébként nem csak a testéből, de a Mercedes üléskárpitjából is vettek. A hercegnő gyomrából vett minta alapján pedig azt is megállapították, hogy nem szedett fogamzásgátlót. Andrea Gallo professzor, aki az utóbbi vizsgálatokat végezte, azt mondta, hogy nagyon valószínűtlen, hogy Diana hercegnő terhes lett volna a baleset idején. Mint mondta, a vizsgálatok végén minden teszt negatív lett. A hercegnő közeli barátait is kikérdezték a felvetéssel kapcsolatban, de ők arról számoltak be, hogy Diana semmilyen említést nem tett egy esetleges várandóságról, de arra sem tett utalást, hogy esetleg késne a menstruációja. Dr. Richard Shepherd pedig, aki Diana testének vizsgálatát végezte a tragédia után 2018-ban azt nyilatkozta, hogy patológiailag sem volt semmi nyoma a terhességnek. Ezen kívül a karrierje során több mint 23 ezer vizsgálatot végző orvos is osztja azt az általános véleményt, miszerint Diana akár saját lábán is elsétálhatott volna a helyszínről, ha be van kötve. Mohamed Al-Fayed állításai a terhességen túl tovább is mentek. Mint mondta, ha nem történik meg a baleset, a pár másnap bejelentette volna, hogy összeházasodnak. Az ennek az anyagnak az elkészültekor 92 éves férfi a legfrissebb beszámolók szerint azóta sem tudta feldolgozni a fia elvesztését. Egy közeli barátja 2017-ben azt nyilatkozta az angol sajtónak, hogy az év 365 napjában legalább 300-on a fiának kialakított mauzóleumban tartózkodik, illetve hogy a korábban nagyszájúnak tartott milliárdos üzletember ma már csak lézeng a birtokán, és csak néha megy Londonba. Amikor pedig ezt megteszi, akkor mindig elmegy Dodi lakására, amiben a halála óta minden ugyanúgy áll. 1997. augusztusa óta még egy szalvéta sem lett arrébb helyezve. Ebben a lakásban gyakran volt együtt a fia és Diana. Mindig a földön ülve ették az elviteles gyors kajákat. Az egyik fal pedig tele volt VHS kazettákkal, amelyek felvételét magukról készítették. Természetesen itt nem szexuális jellegű videókról van szó, hanem a közös időtöltéseikről. Úgy randiztak együtt, mint a tinédzserek, mondta az ismerős, aki szerint Diana ismét fiatalnak és szabadnak érezte magát a királyi családban töltött több mint 15 év után. Ez a nevét nem vállaló ismerős mesélte arról is, hogy Diana és Dodi 1987-ben találkoztak először, amikor a hercegnő Károlynak inget, a 3 és 5 éves fiainak pedig pizsamát ment vásárolni a londoni West Endre. Ezután pedig filmpremiereken futottak össze többször, de ekkor még nem volt köztük semmi. Én a magam részéről kimerem jelenteni, hogy nem volt összeesküvés Diana meggyilkolására. A hivatalos verziót egyedül Mohamed Al-Fayed nem tudta elfogadni, ami persze érthető, hogy megtört a fiát gyászoló apánál, aki csak azt szerette volna tudni, hogy miért veszítette el a legfontosabb személyt az életében. A világ sokkal szegényebb lett azon a napon, amikor meghalt a hercegnő. Mindazonáltal nem érdemes ellenszenvet táplálni a királyi családdal szemben. Félresiklott házasságok az arisztokráciában is megtörténnek, de Diana halálához semmi közük nem volt. Meglátásom szerint az egész esemény sorozat kulcsmomentuma a híres csókolózós kép elkészülte volt. Ez alapján pedig gyakorlatilag felfoghatjuk az eseményeket egy nagy pillangó hatásként, amelyben egy apró jelentéktelennek tűnő esemény olyan láncreakciót indít be, aminek a végén valami elképesztő horderejű történik. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy a képet készítő fotós teher Diana haláláról. Nyilván nem, de az szinte biztos, hogy minden máshogy alakult volna, ha a felvételt nem veszik meg egy kisebb vagyonért. Innentől kezdve gyakorlatilag balszerencsés események sorozata indult be, amik elvezettek végül 1997. augusztus 31-éhez, amikor Diana hercegnő életét vesztette Párizs egyik alagútjában.